A folytatás, ami igazából elkésett? A nézőket már nem érdeklik a kalandfilmek, vagy az új rész nem tudott önmaga lenni a PC-ség miatt? Dr. Jones, találja meg! Egész életemben ezt kerestem! Sziasztok, ez itt a Kanapészörny, benne azzal a témával, hogy miért bukott el az Indiana Jones és a Sorstársája című film. A rajongók nagyon várták a folytatást, mert már akkor bejelentették, hogy elkészült egy újabb epizód a szériához, amikor lezárult a kristálykoponyás kaland 2008-ban. A megosztó fogadtatás ellenére az a történet sikerrel tudott zárni, elvégre majdnem 800 millió dollárt hozott és 185 millió dollárból készült. Ezzel szemben a Sorstársája még a gyártási költségét sem tudta visszahozni, mert a hírek szerint 250 vagy 400 millió dollárból készült. De olyat is írnak, hogy 300 millió dollárból alkották meg. Túlment az új rész bevételben a 250 millió dolláron, ám ez csak egy kisebb produkciónak lenne siker, így pedig elkönyvelhetjük egy hatalmas bukást. A visszajelzések nem ezt mondták a megjelenés előtt, elvégre az egyik legnagyobb bultú szériáról van szó, és illendő lett volna az embereknek kiállni a film mellett. Megnézve azt mondhatjuk, hogy nem rossz. Sőt, egy jó kalandot kapunk, Indi pedig most is kiváló. De akkor miért hasalt el mégis? Azért, mert olyan szálak és elemek vannak benne, amik meg akartak felelni a mai elvárásoknak, és ezzel a széria jobban megsérült, mint a kristálykoponyással. Ki kell hangsúlyoznom, hogy nekem az a rész tetszik, mert ott még ügyeltek az eredetiségre, és Lucasék azt csináltak, amit akartak. Csak az UFO-s szál lett kilógó, és az, hogy eltértünk a földi csodáktól. És hiába voltak lázadók a negyedik rész ellen, az érdeklődés ugyanúgy megvolt, ami az ötödik epizódra úgy lecsökkent, mintha egy Uncharted adaptációt néznénk. Többen mondhatják azt, hogy a nézőket már nem lehet lekötni a kalandfilmekkel, ennek okán kaptak kevés bevételt az utóbbi években azon alkotások, amik erről szóltak. A felfedezés élménye, a szörnyek és az ismeretlen helyek nem tudják megfogni a fogyasztókat. És csak akkor van kivétel, ha egy gigalény van a képernyőn, de még akkor is jöhet utána visszaesés, amire a Godzilla és a King Kong részek az élő példák. Nem működik a csoda, ha egy jóféle nőt tesznek bele, és akkor se lesz siker, ha a legnépszerűbb férfi színészt választják a szerepre. Lehet, hogy el kell fogadni, hogy ezeknek a történeteknek pihenniük kell, és akkor térhetnek vissza, amikor újra előjön az ő koruk. Azonban, ha nem emiatt látjuk a bukást, akkor több szempont is kivillan, amit a rajongók nem tudtak elfogadni. Harrison Ford népszerűsége töretlen, viszont a régi generáció számára. Ugyanis a mai fiatalok csak az ébredő erőből ismerhetik. A Star Wars fanoknak Han Solo-t jelenti örökre, és nekik elég annyi, ha lehetnek vele a játékokban, vagy azzal szereznek élményt belőle, amikor megnézik azokat a részeket, amikben Solo is szerepel. És mikor volt a legjobb Han Solo rajongónak lenni? 2015-ben, amikor megjelent az ébredő erő, ami Ford karrierjét újra fellendítette. Vagyis akkorra kellett volna időzíteni az Indiana Jones 5. részét is. Majdnem összejött, mert a tervek szerint 2016-ban akarták leforgatni, és 2018-ra meg is jelenhetett volna. Azonban ez is későnek számított volna, mert a Han Solo láz csak egy évig tartott, ezáltal úgy kellett volna időzíteni, hogy a Solo és Indi ugyanabban az évben térjen vissza a képernyőre. Vagy a Sorstársája előbb jöhetett volna az ébredő erőnél, és ezzel megágyazhattak volna Ford visszatérésének. A CGI használata nagyon megvan az új indi moziban, mert figyelembe kell venni, hogy Ford túl van már a 80-on, és a történetben lettek olyan szálak, amikor a fiatalabb ényét kellett megvalósítani. A Halálos Iramban 7. részében Ryan-nál is láthattunk ilyet, de ott van Tarkin is a Zsiván 1-esből, és különös módon a nézők kicsit se lázongtak ezért. Nem érzik gagyinak, ám Indinél műhatásúnak veszik, pedig a hozzáállás ugyanaz, sőt, mivel a fiatal Indit többet látjuk, így a jelenet is drágább a Brian-estől és a Tarkinostól. Majdnem fél órán át a fiatalabb hős akciózik és beszélget, pluszban pedig másokat is megfiatalítottak, és egy átlag nézőt, aki nincsen benne a számítógépes dolgokban, meg is lehetne vezetni, hogy igazi arcokat látnak. A minőség lehengerlő Indinél, mivel különböző arcokat vág, és nem csak áldogál, vagy sétál egy kicsit, mint a korábbi változatok.
A furcsaság viszont tényleg jelen van, mert a feje nagyobbnak tűnik, mint az eredeti fiab Fordnál, és így a nézők egy nyakatlan tagot látnak. A sétáknál az öreg Fordra tehették rá a CGI-t, míg az akcióknál egy másik férfi teste van a képernyőn. Vagyis úgy úszhatták volna meg a kicsúfolást, ha az egész test CGI, vagy olyan alkatú férfit keresnek, aki hasonlít a fiatalabb Fordra. A woman, vagyis a női erő kiemelése sose rossz egy kalandfilmben. Viszont a sorstárcsájában teljesen fordult a kocka, mivel Wombat egy olyan nő, akit az új indinek szántak, mert olyan kapzsi és kalandvágyó, mint amilyen a fiatal indi volt. Van vele is egy gyerek, mint a második részben a kis ázsiai, csak itt semmi se olyan, mint ott. A nők nem hitelesek egy ilyen szerepben, kivéve akkor, ha a karakter nőként csapja be a férfiakat. Lehet, hogy akkor tudtuk volna jobban elfogadni a hősnőt, ha nem írják ki indi fiát, és ezzel hárman vannak a képernyőn. A nézőknek a könnyed hangulat kell, vagyis hiába lett volna kiszámítható, hogy indi fia összejött volna Wombattal, inkább ez, mint a megosztó női karakter. A negyedik részben attól is kiakadtak a rajongók, hogy indi fia lenne az új főhőse a szériának, azonban mai fejjel ez hozhatta volna el a sikert. Párosban folytathatták volna a történetet, amihez Wombat csatlakozik, mint a nő, aki véget vet a gyerekkornak. Indi fia ezzel ékezett volna el ahhoz, hogy családja legyen, míg maga Indi a visszavonulást tervezte volna. Ehelyett a lezáró érzést azzal kaptuk, hogy a fia halála szétzúzta a házasságát, majd a hősünk úgy lel békére, hogy a felesége megbocsájt neki. Ha Wombat nem lett volna, akkor a hősünk meghal. Ezáltal az jelentette a megmentőjét, aki a múltbéli énjének a női változata lett. A múltja mentette meg Indit, mintha a széria értéke amúgy is a régebbi részekben lenne. A csoda most is megvolt egy kincs formájában, és ezúttal Alkimédész tárcsáját keresték, amivel vissza lehet menni az időbe. Elvileg ez a történet már a 70-es években is megvolt Lucasnak, és külön három részesre tervezte. Ez lett volna a Kristálykoponya királysága helyett, és Indiék a múltban ragadtak volna. Csak hogy maga az időutazás annyira el lett lőve a végjátékkal, hogy öngyilkosság volt ilyennel jönni a sorstárcsájának. A nézők jobban szeretik a földhöz ragadt csodákat, amiben Isten és a hit is benne van, és az se jó, amikor a történet túl okos. A nézők többsége egyszerűen gondolkodik, az időutazás pedig mindig túl bonyolítja a dolgokat. Ha a végjáték akkori rajongói tábora megnézte volna a sorstárcsáját, biztos, hogy nagy lesz a siker. Ám azok a tinik már felnőttek, és inkább a sunaszaftot isszák, mintsem egy tárcsán gondolkodjanak. A németes fonal és az ellenség jó, de nem adtak nagyobb hangsúlyt a főhős és az ellenség viszályának. Kihagytak olyan elemeket, amiket kihasználhatott volna a film, hogy Indi találkozzon öregként azokkal a helyzetekkel, amiket fiatalként megélt. Sőt, az időutazás is ehhez kapcsolódhatott volna. Ez még a fia kiírása ellenére is ütős lett volna, és még Wombat se tudta volna elrontani a sztorit. A kalandfilmek egy olyan műfaj, ami az egész családot le tudja nyűgözni, ha jól csinálják. És a sorstárcsája is hozza ezt a szintet, sőt, még többet is. Csak nem kellett volna ennyire megfelelnie a mai trendnek, mivel a film legnagyobb hibája az lett, hogy elfelejtett önmaga lenni. Ha nektek is megvan a véleményetek a sorstárcsája részről, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, szerintetek sikeres lett volna a film, ha 2015-ben jelenik meg. Ez volt a Kanapészörny, benne azzal a témával, hogy miért bukott meg az új Indiana Jones rész. Találkozzunk legközelebb, hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.